parádés szezon kezdetet követően most picit visszaestünk, de van még 3 meccs a naptári évben, szóval tudunk javítani, és nekünk amúgy sem elsősorban azért a bajnoki pontok gyűjtögetése az elsődleges célunk az NB3-as csapatnál, de te vezető edzőként az egerszegi túra előtt most elsősorban mit tartasz szem előtt? A legfontosabb célunk az az egerszegi túra előtt, meg az azt követő 2 meccsen is, hogy ne kapjunk ki. Hiszen van mögöttünk egy hosszúnak mondható, kevésbé jó széria, hiszen pontokat nem szereztünk, de csak azoknak lehet furcsa, akik még nem dolgoztak ilyen fiatal csapattal a karrierük során. És a kívülálló azt gondolhatja, hogy ez most egy nagy visszaesés, hiszen az első helyen is szerepeltünk a tabellán, de számomra és a stábnak ez nem újdonság, hiszen tudjuk azt jól, hogy az NB3-as csapatunk életében egy őszi szezonban bebecsúszik egy-egy forma hanyatlás, ami most tart 3-4 mérkőzése. Ez a minőségi romlás azért a csapatjátékban is látszik, de én azt gondolom, hogy a Kaposvár elleni előző meccsen azért mutatkoztak jelei annak, hogy lépegetünk ki ebből a gödörből, úgyhogy ezt is szem előtt tartva a következő 3 meccsen szeretnénk fölfelé kapaszkodni. A Kaposvár elleni mérkőzés lefújását követően érthető módon eléggé csüggettek voltatok a videóelemzést követően, azért naposabb oldalát látjátok a dolognak? Nyilván a siker alatt is nagyon részletesnek és precíznek kell lennünk a visszacsatolást illetően. Így van ez, amikor kikapsz a mérkőzésen, és azután kell a srácoknak visszaadni azt, hogy mégis mi volt a jó, mi volt a rossz. Vannak a vesztes meccseinken is olyan elemek, amiket nem veszítettünk el a csapatjátékunkból, de rávilágított arra, hogy igenis bármilyen sorozatban van egy csapat, legyen az jó vagy rossz, ugyanolyan elánnal és részletesen kell a játékosokat tovább tolni azon az úton, amit mi elkezdtünk a júliusi felkészülés során. Ezen szeretnénk mi rajta maradni továbbra is. Ha konkrétan az alaegerszegi mérkőzésre gondolunk, amely most hétvégén vár ránk, akkor miben várnál előrelépést? Ami hiba volt az előző mérkőzéseken, az a támadásépítés közben a labdavesztést követő magatartást. Tehát nekünk ebben most, ebben az időszakban javítanunk kell, és az edzéseinket is szeretnénk erre fókuszálni. Szeretnénk egy kicsivel több aktivitást és mozgékonyságot az ellenfél vélemény vonalába kialakítani, úgyhogy ez a 2 fókuszpont, amit a jövőben szeretnénk javítani, és bízom benne, hogy már az alegerszegi meccs előtt ennek lesznek látható nyomai.